Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk Szepesi Tibor, Karcagváros polgármestere, akivel folytatódik a Polgármester válaszol című interaktív műsorunk. Üdvözlöm polgármester urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és természetesen üdvözlöm a televízió nézőket. A nézők közül nagyon sokakat érdekelt a kérdés, hogy mikorra várható az Akácliget gyógy- és strandfürdő megnyitása, illetőleg a belépéshez szükséges lesz a védettségigazolvány felmutatása. Amikor ezt az interjút most éppen rögzítjük, akkor már nyilvánosságra került az időpont, amikor megnyit az Akácliget gyógyfürdő. Ez most szombaton, tehát május 8-án szombat reggel 6 órakor azok a gyógyvizes medencék, amelyeket már nagyon várnak természetesen a fürdőzni vágyók, tehát a gyógy 1, gyógy 2 és a gyógy 3-as medence, az megnyílik a látogatók előtt. Részleges lesz a fürdő teljes nyitása, hiszen kb. Egy hét múlva érünk arra a fokra, ugye itt különböző jogszabályoknak kell megfelelni, vízmintát kell produkálni, azt meg kell várni az eredményét, tehát várhatóan egy hét múlva, tehát 15-én nyílik az uszodatér és a hozzá kapcsolódó medencék, és a legvégén majd várhatóan pünkösd hétvégéjére természetesen a gyermekmedencét is mindenképpen szeretnénk megnyitni, tehát egy heti eltolással az összes látogatható medence meg fog nyílni a fürdőben. Védettségigazolvány tekintetében? Természetesen a jogszabályi előírásoknak meg kell felelnünk, ami ugye azt jelenti, hogy a védettségi igazolványal rendelkezők látogathatják a fürdő teljes komplexumát, ez független attól, hogy éppen melyik medence fog megnyitni. Ezt ellenőrizni fogják a fürdőben dolgozó kollégák, tehát a védettségi igazolvány és a hozzá kapcsolódó személyi igazolványal együtt lehet majd belépni a komplexumba. Ami fontos, abban döntött önkormányzatunk, hogy a 2020-ban megvásárolt bérletek ebben az évben teljes egészében felhasználhatóak, tehát aki tavalyi évben rendelkezett bérlettel, az ebben az évben azzal a bérlettel egész évben látogathatja a fürdőt. A gyógyászati részleg megnyitásáról mit tudunk mondani? Ugye a gyógyászati részleget azt már januárban megnyitottuk, természetesen a jogszabályi megfeleléseknek eleget téve azok a részek működtek, amelyek ezt lehetővé tették. Ugye teljes egészében meg fog nyitni, ugye receptre, felírással lehet ezeket elsősorban igénybe venni. Egyetlen egy része az, ami a mostani jogszabályok miatt különlegesen fontos, ez ugye a gyógymedencés ellátások. Ezt az ellátást védettségi igazolvánnyal lehet igénybe venni, a többi természetesen pedig úgy, ahogy az előző hetekben is lehetett használni, tehát orvosi előírásra természetesen fogadunk vendégeket, ahogy eddig is. Következő kérdés, várható-e a kerékpárút kiszélesítése a Szent Anai Sámuel Református Gimnázium Technikum és Kollégium részig? Ugye erről már beszéltünk szerintem az elmúlt adásban. A kerékpárútnál ott járunk, hogy elkezdődött a munka. Ugye effektíve a fizikai munkát is elkezdték a kerékpárút új szakaszának az elkészítésével, illetve a meglévő Madarasi úti szakasznak a bővítésével. Itt is szélesítésre kerül sor. És ha minden jól megy, akkor a jövő héten megkapjuk azt a szerződést is aláírva a Magyar Közúttól, hiszen konzorciumban vagyunk a Magyar Közúttal, legalábbis azokat a kerékpárút fejlesztéseket nézve, ami a Karcag táblától a Bereki kerékpárútra vonatkozik. Ugye itt egy részét tudjuk felújítani ebből a pályázati forrásból, tehát a valamikor első részként megépült Bereki kerékpárútnak a részét, tehát magáig a Kargil telepig, kerül felújításra, szélesítésre, tehát ennek is várjuk a szerződését, ha minden jól megy, akkor egy 2-3 héten belül várhatóan ide is fel fog vonulni a kivitelező. És ahogyan mondtam az előző adásban is, terveink között szerepel, közeljövő tervei között a Kisújszállási úti kerékpárútnak a teljes felújítása, tehát teljes hosszában szeretnénk felújítani. Ugye a mai jogszabályoknak megfelelően mindenképpen szélesíteni kell a kerékpárutat, tehát a kérdésre válaszolva igen, tervezzük, szélesítve lesz teljes hosszában. Megkezdődtek városunkban az útburkolat javítási munkálatai, illetőleg a felújítási munkák. Hogyan fog, milyen tempóban, milyen ütemterv szerint ez haladni? Ahogyan bírjuk, ugye ez a legnehezebb, tehát szerződést kötött a városgondnokság az aszfalt
keverő céggel. Tehát ahogy ők tudják, és amilyen ütemben tudják biztosítani az aszfaltot, ugye itt hideg és meleg aszfaltról is beszélünk, hiszen hideg aszfaltot is dolgoznak be a szakemberek, elsősorban a kátyukba, de lesznek olyan részei az út felújításnak, ahol nagyobb felületeket kell mindenképpen lefedni teljes egészében. Gondolok itt például a most kialakítandó csomópontra, vagy kialakítás alatt lévő csomópontra, tehát a Kisújszállási út Vasút utcai kereszteződésre, ahol teljes egészében szeretnénk az egész útpályát újra aszfaltozni. Itt ugye mindenképpen meleg aszfaltot kell letenni. Tehát függ a keverőtől, függ attól, hogy a szakembereink, dolgozóink hogyan és milyen ütemben tudják ezeket az aszfaltokat bedolgozni. Tehát folyamatos, minden nap, minden órájában, munkaórájában ott vannak és csinálják ezeket az útfelújításokat, kátyúzásokat. Én azt gondolom, hogy egy pici türelmet kérünk mindenkitől, előbb-utóbb, és az utóbbra azt mondom, hogy valamikor ősz elejére, de mindenképpen teljes egészében a város teljes felújításával fognak végezni szakembereink. Mikortól lehet a vásárcsarnok területén belül étkezni? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Ugye a jelen jogszabályok nem teszik lehetővé. Hiszen a piac teljes területére vonatkozik az az előírás, hogy nem kérünk védettségi igazolványt. Tehát bárki bemehet, természetesen a védekezés alap dolgait be kell tartani, a távolságtartást, a maszk használatot, a kézfertőtlenítést. Mivel bárki bemehet, ezért az étkezést ugye gyakorlatilag úgy kell venni, mintha belterület lenne, tehát csak védettségi igazolványal lehetne igénybe venni. Ezt nem tudjuk, és nem is akarjuk a piac területén bevezetni, emiatt az étkezést nem lehet egyenlőre megengedni. Elvitelre meg lehet vásárolni, és természetesen ugyanúgy, ahogy eddig lehet fogyasztani a megfelelő helyeken. Eldőlte már, erről az előző adásban beszéltünk, hogy megtartásra kerül-e a Karcagi Birka Főzőfesztivál? Egyre nehezebbek a kérdések, és egyre nehezebb rá válaszolni. Készen állunk, ahogy mondtam az előző adásban is, készen állunk arra, hogy belefogjunk a szervezésbe. Időgátjai vannak, tehát eljön az a pillanat, amikor azt kell mondani, hogy nem fogjuk tudni megszervezni. A jelen jogszabályi környezet nem teszi lehetővé a Birka Főző Fesztiválnak a megtartását. Kértünk egy állásfoglalást magasabb szervektől, hogy hogyan látják, van-e lehetőség, lesz-e valami fajta jogszabályi módosítás esetleg a Birka Főző Fesztivál napjáig, de erre konkrét választ egyrészt nem kaptunk, másrészt itthon eldönteni ezt felelősség teljesen nagyon nehéz. Jelen jogszabályi környezet nem teszi lehetővé, és azt gondolom, hogy egy-két napon belül azért pontot kell tenni, hiszen fizikai gátjai lesznek, ahogy mondom, magának a szervezésnek. Ettől függetlenül valamilyen formában mindenképpen gondolkodunk a Birka Főző Fesztivál szervezésében, hiszen a tavalyi évben is az online főzés az nagyon jól működött, nagyon sokan részt vettek benne, nagyon sokan fogyasztottak a Birka Főző Fesztivál napján birka pörköltöt, keresték, vásárolták. Tehát lehet, hogy megfelelve az előírásoknak egy picit nagyobb léptékben, mint ahogy a tavalyi évben volt, valami fajta birkafőző fesztivál biztos, hogy lesz. Meddig lesz kötelező Karcag területén a maszk használat? Nem csak a kijelölt területeken, hanem a köztereken. Ezt ugye nem mi határozzuk meg, ezt a kormány fogja rendeletben szabályozni. Mihelyt ez a rendelet megjelenik, én azt gondolom, hogy természetesen minden település Magyarország teljes egészen alkalmazkodni fog ehhez a rendelethez. Én azt gondolom, hogy mindenképpen az átoltottságtól függ, tehát itt is, most is arra kérek mindenkit, hogy minél hamarabb vegye föl az oltást, regisztráljon, hiszen mindannyiunk érdeke az, hogy ezek a bevezetett szigorításokat mikor lehet könnyíteni. Milyen időközönként várható a főtéren fűnyírás, parkrendezés? Én azt gondolom, hogy folyamatos, tehát nyilván a városgondnokság szakemberei vágják a füvet, folyamatosan a város teljes területén, ugye elsősorban az ő feladatuk a közterületeknek a rendben tartása. Aki gyakorlott fűnyíró, én magam is az vagyok, ugye ebben az évben, ha jól emlékszem, háromszor vagy négyszer vágtam már otthon is füvet, az láthatja, hogy az időjárás a fűnek kedvez. Tehát, hogyha föl kell venni a harcot a megnövő fűvel, akkor az nagyon nehéz, hiszen én magam is azt tapasztalom otthon, hogy péntek délután levágott fű vasárnapra ugyanakkora, tehát újra hozzá lehetne kezdeni.
nagyon nagy karcag, hál' Istennek nagyon nagy zöld felülettel rendelkezik. Természetesen folyamatosan vágják a szakemberek, dolgozóink, úgyhogy biztos, hogy többször vissza kell térni minden helyszínre, de ott vannak és csinálják a feladatukat. Járdafelújításokra és térkövezésekre nyílik-e lehetőség, fog-e folytatódni a város területén belül? Természetesen, ez is az útfelújítási programnak egy része. Egyébként erre benyújtottunk egy pályázatot is a belügyminisztériumban járdafelújításra. Szerintem a napokban fog megérkezni a válasz erre a pályázatra. Én nagyon bízom abban, hogy nyertes pályázat részesei leszünk, és szinte minden körzetben folytatódik az a járda felújítás, ami a tavalyi évben is elkezdődött. Várható-e a játszóterek fertőtlenítése? Nyilván itt feltételezem az állandó fertőtlenítésre gondolnak, illetve a karbantartások. Természetesen, ahogy megígértük, hiszen a pandémia utáni iskola nyitással megnyitottuk a játszótereinket is, egy alapos fertőtlenítést követően, és ahogy akkor mondtuk, ez a fertőtlenítés folyamatos lesz, tehát járják a szakemberek, fertőtlenítenek, elsősorban azokat az időpontokat veszik alapul, amikor nagyon kevesen vannak, tehát a kora reggeli órákban fertőtlenítenek, ezért lehet, hogy nem is olyan látványos maga a fertőtlenítés folyamata. Ott vannak, fertőtlenítenek, füvet nyírnak, gondozzák a játszótereket. Az utolsó kérdés úgy hangzik, hogy a posta épülete melletti parkoló részen sor kerül-e egy újabb parkoló átalakítására, ugyanis nagyban nehezíti a megállást az ott kialakított útszegély. Igen, ezt nagyon át kell gondolnunk, hogy itt milyen fejlesztést fogunk végezni, hiszen a megépítendő vagy megépítés alatt álló kerékpárút is itt azért keresztezi a Püspökladányi utat, ugye ott jelzős útkereszteződés van. Várhatóan nagyobb forgalom lesz ezen a szakaszon, ugye a Széchenyi Sugárút kerékpár forgalma a piac irányába, illetve a piac irányából vissza várhatóan a kerékpáros forgalom azért meg fog növekedni. Tehát itt teljes egészében át kell gondolni azt, hogy ezzel a parkolóval mit kezdünk. Ugye itt a kerékpárút után kezdődik rögtön majd a parkoló rész, ami nem is teljes egészében parkoló, azért valljuk meg őszintén, hiszen a vége az gyakorlatilag egy busz öbölben ér véget. És ugye ebben figyelembe kell venni azt is, hogy amikor a lámpa zöldre vált, és valaki akkor tolat ki éppen ebből a parkolóból, akkor akadályozza a forgalmat. Ezt jeleztem a közút megyei igazgatóságán, hogy ezt majd át kell vizsgálnunk ezt a helyzetet. Természetes, hogy parkolót a postához valahol biztosítani kell. Én azt gondolom, hogy a posta vezetésével is föl kell majd vennünk a kapcsolatot, hiszen vannak olyan területek a posta mellett, akár melyik oldaláról is nézzük, ahol lehet kialakítani parkolót. Én azt gondolom, hogy nem teljes egészében az önkormányzat feladata, de valahol a posta vezetésével, a posta igazgatósággal próbálunk abban megegyezni, hogy megnyugtatóan meg legyen oldva a posta parkoláson. Ezek voltak a nézők által feltett kérdések, most pedig beszélgessünk aktualitásokról. Milyen beruházások, fejlesztések vannak folyamatban városunkban? Nagyon sok beruházás elindult, ugye ezeket két felé kell mindenképpen bontani, hiszen vannak önkormányzati fejlesztések, beruházások, és vannak magántőkéből megvalósuló beruházások. Szerintem a nagyságra való tekintettel inkább csak címszavakban próbálok megemlíteni fejlesztéseket, és egy-két gondolatot esetleg elmondani rajta. Kezdjük a magánfejlesztésekkel, tehát a magántőkéből megvalósuló fejlesztésekkel. Ugye a leglátványosabb, amelyet a Penny Market is nem olyan régen jelentett be sajtóközlemény formájában, a logisztikai központjuknak a bővítése. Hatalmas beruházás volt, annak idején is, amikor a Penny elkészítette ezt a logisztikai központot, most a bővítéssel pedig egy óriási lépést tesznek, hiszen kelet-magyarországi piacra fognak nyitni gyakorlatilag a karcagi logisztikai központtal, új munkahelyeket teremtenek, tehát a 170 meglévő munkahely mellé további 40 munkahelyel fog bővülni a logisztikai központ, ami területében, látványában is azért egy óriási beruházás, és most már látszik is ugye a letett betonoszlopokkal, hogy mekkora csarnoképület fog ott kialakulni. Jelentős lesz a kamionforgalom növekedése is, amely azt gondolom, hogy feltétlen kapcsolódik hozzá az a beruházás, ami ugye nem magántőkés, hiszen állami beruházás, az M4-esnek
a folytatása, de mindenképpen szót kell róla ejtenünk, hogyha a Penny logisztikáról is beszélünk, és hát nyilván az összes beruházásról, hiszen a közúti forgalom az majd erre az útra fog azért átterelődni. És ezzel kapcsolatban azért vannak jó híreink is. Tehát az M4-es útnak a fejlesztése az, ahogyan kérte a karcagi közvélemény, a karcagi önkormányzat vélhetően látva a terveket, hiszen az Utiber tervezővállalattal a múlt héten folytattunk megbeszéléseket, közelebb fog jönni a városhoz, egy olyan nyomvonalon fogja elkerülni a várost, illetve egy olyan nyomvonalon fog elmenni mellettünk, ami azért a karcagiaknak sokkal, de sokkal jobb, mint az előzetesen tervezett. És ami további jó hír az M4-el kapcsolatban, hiszen eddig csak beszélgetések és kérések voltak azzal kapcsolatban, hogy a Karcagot elkerülő, keleti elkerülő út lehetőség szerint épüljön meg. Ebben a legnagyobb hír az, hogy épp a múlt heti közlönyben jelent meg az a kormány rendelet, ami kimondja, hogy nemzetgazdaságilag melyek azok az utak, amelyek a közeljövőben nagyon fontosak, hogy megépüljenek az ország területén, és ebben nevesítve került be a múlt hét pénteki közlönybe a karcagi elkerülő út. Tehát most már írásos garancia is van, ha úgy tetszik a kezünkben, hogy ez az út készül, terveződik, és vélhetően meg is fog épülni a közeljövőben, együtt várhatóan az M4-nek a karcagi szakaszának az építésével. Ehhez kapcsolódó információ még az, amelyet ugye a tervezővállalattól kaptunk, hiszen itt komplexen kezelik az egész útnak a tervezését. Egyrészt megy az M4-nek az új nyomvonala, megy a elkerülő útnak a tervezése, és természetesen az összekötő és feltáró utaknak a tervezése is, Tilalmasi út, a magyarkai megközelítés, illetve az út szakasz, ami a mostani 4-est érinti, ugye akkor az már majd a régi 4-es lesz, hogyha úgy gondolkodunk már a jövőben. De ennek az útszakasznak egy nagyon kritikus pontja, ugye a gyarmati úti kereszteződés, ami nagyon forgalmas és nagyon veszélyes. Tájékoztatott arról a múlt heti megbeszélésünkön a tervező vállalat, hogy ezt a csomópontot körforgalmasítják, tehát a körforgalmat terveznek a gyarmati úti kereszteződésbe, ami egy sokkal, de sokkal biztonságosabb, és együtt fog megépülni ez a csomópont az M4-jel, illetve az elkerülővel. Ehhez még egy nagyon jó hír, hiszen nem elég az, hogy körforgalom lesz, hanem addig, amíg a körforgalom nem épül meg, ez várhatóan 2023-2024, látva az ütemterveket, amit a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nél kaptunk terveket, illetve javaslatokat. Tehát addig is, amíg megépül a körforgalom, addig a közút tervezi ennek a csomópontnak a jelző táblából jelző lámpásítását. Tehát várhatóan, és erről már kaptam tájékoztatást, hogy a tervezési folyamat elindult. Ha minden a tervek szerint halad és elkészülnek ennek a csomópontnak a jelzőlámpás tervei, és megkapjuk rá a forrást, már pedig én azt gondolom, hogy erre mindenképpen kapunk forrást, hiszen az előzetes megbeszélések is erről szóltak, akkor lehetőség szerint év végére, de legkésőbb a jövő év elejére a gyarmati úti kereszteződés jelző lámpás lesz. Ez egy óriási hír, hiszen ezt régóta kértük, régóta kampányoltunk emiatt, úgyhogy ezt szerencsére meg fogjuk kapni, tehát én azt gondolom, hogy a gyarmati úti kereszteződés rendben lesz. Melyek azok a beruházások még, amelyek kiemelten fontos a karcag életében? Gondolok itt például a Vasút utcán lévő és a Villamos utcán lévő malmokra is. Igen, és akkor szerintem folytassuk, mert egy picit leragadtunk az M4-nél. Tehát a Penny Marketet említettem, de említhetném az Agrosprint fejlesztését is, hiszen az is látványos, a vasúti sínek mellett egy óriási gyár létesítmény nő ki szinte a szemünk előtt a földből. Tovább fejlődik az Agrosprint, és egy újabb hűtő üzem, egy csomagoló üzem, tehát sok-sok minden fog elkészülni. Nyilván arra is figyelt a cég az előírásoknak megfelelően is, hogy ne terhelje a városi hálózatot,
Tehát ahogy már esetleg hírekből is lehetett hallani, saját szennyvíztelepel fog rendelkezni az elkészülő gyáregység, és gyakorlatilag nem fogják terhelni a városi szennyvízhálózatot. Tehát ez egy óriási fejlesztés. Nyilván itt a terület rendezését, hiszen nem az egész területet veszi igénybe az Agrosprint, mi tervezzük azt, hogy ott a mögötte lévő terület, tehát a záportározó és a sisak rész is valamilyen pályázati forrásból meg tudjon újulni. Vannak jó hírek, itt is várjuk a visszajelzéseket, hogy mikor léphetünk a tettek mezejére, hiszen a pályázatot benyújtottuk, várjuk a visszajelzést. Aki arra jár azon a területen, az láthatja az ipari parki fejlesztést is, főleg akkor, ha mondjuk a vasútállomáson, az aluljáróban átsétál, és tovább megy az ipari park részre, ott elkészült az a úthálózat, amely a dolgozók munkába járását közelítheti meg, akár a város irányából, akár hogyha vasúttal érkezik dolgozó, akkor az aluljáron keresztül most már meg tudja közelíteni az ipari park valamennyi létesítményét. Az ipari park is fejlődik tovább, hiszen purpurüzem fog épülni. Ennek a csarnok része már kijelölésre került, elkezdődtek a talajmunkák, úgyhogy valószínűleg ebben az évben, jövő év elején már látványos lesz maga az a beruházás is. Amiről tudunk, és azt gondolom, hogy már maga az ipari park is beszámolt róla, hogy napelemparkok fognak érkezni az ipari parkba. Konkrétan három napelempark, ugye az egyik az magát a purpurüzemet fogja kiszolgálni, hiszen óriási energiaigénye lesz. A másik kettő pedig egy magánberuházásból megépülő napelempark, amely az ipari park területén fog megvalósulni. Tehát szép lassan maga az ipari park is, legalábbis ami azt a részét illeti, az meg fog telni. Malom. Ugye itt is tárgyaltunk a tulajdonossal, Szatmári Zoltán úrral. Ő elmondta azt, hogy a rizshántoló részen, legalábbis abban a malomban, ahol most a kukorica malom üzemel, milyen beruházásokat tervez és mit fog megvalósítani. Aki a vasútállomás környékén jár, az láthatja, hogy valóban egy monstre beruházás, hiszen az épület teljes egészében megújult az iroda, a régi irodaépület. Ugye szerintem a napokban majd erről is lehet, hogy egy sajtóhír meg fog jelenni. Illetve az Őrlő Malom területén bemutatta a tulajdonos azokat az elképzeléseket, amelyet ő a jövőre nézve tervez. Ugye ott egy Őrlő Malmot szeretne beindítani, amely tönköly, búza, árpa, és a további vizsgálatok alapján még egyéb magféleségeket is szeretnének feldolgozni ebben az Őrlő Malomban. Egyeztettünk arról, hogy lehetőleg az épület olyan megjelenése legyen, amely az mindenkinek a megelégedésére szolgál, illetve az előtte lévő közterületet is szeretnénk rendbe tenni, biztonságosabbá tenni, hiszen jelen állapotában a Villamos utcáról a kihajtás az veszélyes. Ugye ennek egy része a csörlőház, ami most romokban áll sajnálatos módon. Ezt is a tulajdonos szeretné felújítani és olyan helyre helyezni, hogy ne zavarja gyakorlatilag azt a munkát, illetve a közúti közlekedést, biztonságos legyen ez a kereszteződés. És arról is egyeztetünk, hogy a malom előtti parkot is megpróbáljuk rendbe tenni, és a nagy közönség számára élhetővé varázsolni, akár egy játszótérrel, kondiparkkal, kis pihenő részekkel kiegészíteni. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok olyan beruházás zajlik, ami, ahogy mondtam, az M4 részéről állami beruházás, illetve magántőke, esetleg állami támogatással megvalósuló beruházás. És ugye emellett vannak az önkormányzati beruházások, amelyek folyamatban vannak, hiszen a fürdővel szemközti területet azt mindenképpen rendbe kell tennünk. Mert ugye ennek egyik része a milánói pavilonnak az építése és az azzal kapcsolatos tennivalóink, amelyek bár nem látványosak, de a háttérben azért zajlanak az egyeztetések. Illetve ezen a területen egy úgynevezett barna mezős pályázat, beruházás fog elkezdődni, amelyeknek a terveit most kaptuk meg. Tehát gyakorlatilag olyan tervekkel rendelkezünk, amiből majd tudunk építkezni. Nyilván meg kell néznünk azt, hogy milyen forrásokat tudunk erre biztosítani. Itt több pályázat fog összefutni ezen a területen. Ugye egy része elkezdődött, tehát a Rónai Malomnak a megújítása, a közösségi térré való alakítása, és egyfajta olyan kiszolgáló épületté való alakítása, amely a park teljes területét ki fogja szolgálni, ez elkezdődött, tehát folyamatban van, zajlik.
Ezen a területen fog megépülni a ma már szerintem mindenkit elért hír, hogy egy bringa parkot tudunk építeni. A fiataloknak, de azt gondolom, hogy gyakorlatilag mindenki igénybe tudja venni, hiszen kerékpár, roller, görkorcsolya, eszközökkel lehet ezt igénybe venni, és egy európai színvonalú pálya fog megépülni. Nagyon sokan kérték, nagyon sokan várják, tehát ez egy újabb látványosság lesz. Illetve ezen a területen még további két pályázatból egy nagyobb közösségi tér kerül kialakításra, amelyhez kapcsolódik majd egyfajta parkosítás is, illetve egy óriási játszótér kerül megépítésre, ami én azt gondolom, látva a terveket, hiszen ezt itt is már megkaptuk a kész terveket, hogy a környék talán legnagyobb játszótere lesz. Három részre bomlik, három különböző korosztály lehetőségeit vette figyelembe a tervező, tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon szép játszótér kerül majd kialakításra. Ide tervezzük azt a kert részt, amelyet egy újabb pályázatból sikerül majd megvalósítanunk, hiszen a legszebb konyhakertek pályázat az ugye egyrészt a konyhakertekre íródott, de más társadalmi funkciót is fölvállalt a polgármester asszony vezetésével, ez pedig a gyümölcsfáknak a génmegőrző programja. Ugye most már eljutott oda a program, hogy azokat a gyümölcsfákat, amely az őshonos magyar gyümölcsöket jelentik, itt elsősorban alma, szilva, megy, cseresznye gyümölcsöket, azzal a genetikai állománnyal sikerült kinevelni, ami valóban az egykori őshonos növényekre jellemző, és ezekből a fákból lehet kérni önkormányzatoknak, természetesen mi is kértünk ezekből a növényekből. Tehát egy olyan gyümölcsös kertet szeretnénk. Ugye régen ott volt egy ilyen terület az Erzsébet-ligetben, amit epreskertnek hívtak. Tehát egy epreskertet szeretnénk létrehozni, ahol valóban ezeket az őshonos gyümölcsfákat szeretnénk bemutatni, nagy közönség számára elérhetővé tenni, látni, hogy hogyan virágoznak, milyen ütemmel, és akár meg is kóstolni, hiszen azért várhatóan ezek termőfák lesznek, és mindenki számára elérhetőek természetesen. Tehát ez egy nagy beruházás. Tervezzük, folyamatban van, én bízom abban, hogy ebben az évben még az első kapavágások ezen a területen is meg fognak történni, és elkezdődik a munka. Ugye a kerékpárútról már beszéltem, folyamatban van, illetve lassan a végéhez közeledik az a beruházás, amely a Városháza épületét érinti, hiszen a rendőrkapitányság egy új épületet kapott, egy igen impozáns rendőrkapitányságot, de az ott maradt részt fel kell újítani. Erre kaptunk állami forrást, felújítás alatt van, a járási hivatal irodái fognak beköltözni várhatóan a nyár végén, tehát augusztus-szeptember környékén a járási hivatal már ott fog működni. Tehát én azt gondolom, hogy ez is egy szép beruházás, hiszen a Városháza épülete így teljes egészében kívül belül az udvara, illetve az alsó rész is, a nyílászárók, a homlokzat teljes egészében egységes lesz, meghatározó épülete azt gondolom a főtérnek. Folyamatban van egy pályázat befejezése, ugye erről keveset beszéltünk az elmúlt időszakban, de egy wifi lefedettséget kap a város, egy ingyenesen elérhető wifi lefedettséget, amelynek nagy része már kialakításra került, talán itt-ott már működik is próbaüzemszerűen. Még egy-két pontja van, amelyet ki kell építeni, tehát kiépítés alatt van, utána természetesen ezt is át fogjuk adni a nagy közönségnek. Kántor Sándor fazekasház a következő, hiszen ott is elkészült a beruházás, lassan a végéhez közeledik, ott még parkolókat próbálunk kialakítani, hiszen remélem, hogy nagyon nagy lesz az érdeklődés. Ami újdonság, hogy ha minden jól megy, és lekopogom, akkor fazekas is áll majd rendelkezésére a nagy közönségnek, tehát ott helyben lehet korongozni, kipróbálni, a korongozás művészetét ki lehet égetni, és természetesen ez a fazekas szakember abban is fog nekünk segíteni, hogy karcagi tárgyakat, karcagi emlékeket lehet majd készíteni, és akár vásárolni is a fazekas házban. Tehát egy teljesen új koncepcióval próbáljuk majd megnyitni a múzeumhoz tartozó fazekas házat. Mai nap került átadásra, munkaterület átadásra
a Horváth Ferenc utcai idősek épületének az újabb pályázati része. Itt egy energetikai felújítás, tető, javítás, nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés van folyamatban. Tehát itt is ma vette át a kivitelező a munkaterületet, várhatóan elkezdődik itt is a beruházást. Egy picit majd a Horváth Ferenc utcán is kérjük a türelmet a közlekedőktől, hiszen a homlokzat miatt várhatóan egy részét majd a járdának le kell zárni. És hát ugye egy befejeződött épület, amelyet most már üzemben fogunk helyezni, hiszen lassan visszaköltözik a Városgazdálkodási Vállalat a felújított épületébe, a villamosútra, úgyhogy ez a beruházás pedig befejeződött gyakorlatilag, és jelenleg a költözés alatt állunk. Van még előkészítés alatt sok pályázat, beadás alatt is van pályázat, sőt beadott pályázatunk is van, tehát én azt gondolom, hogy ütemesen, sőt, mondhatom azt, hogy nagy sebességgel haladunk, hiszen az a célunk, hogy Karcag fejlődjön, mert Karcagnak fejlődni kell. Kedves nézőink, a továbbiakban is várjuk kérdéseiket a Karcag TV kérdések@gmail.com e-mail címre. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!